Tolna megye a lovas polgárőrök számában, szervezettségében országosan élen járó, 9 lovas egyesület, 50 tagja végez szolgálati munkát megyeszerte. Olyan réteg csatlakozik, mint lovas tagozat aktív tagja a polgárőrséghez, akik magasan kvalifikált, természet és állatbarátok. És ezt a kettőt a kölcsönös jó elmélet alapján, mint hobbit, csatlakoztatja a közvetlen közbiztonsághoz, és ez a lakosság Tolna megyének az előnyére válik. Persze a lovat jól megülni képes egyéneknek is szüksége van a bűnmegelőzéssel kapcsolatos polgárőri ismeretekre, empátiára, hova tovább lélek jelenlétre is bizonyos szituációkban. Ő ugyanis nem hobbi lovagol ekkor, hanem szolgálatot teljesít, hangsúlyozta felszólalásában a lovas tagozat országos elnöke. Amikor itt a karitatív tevékenységeken túl a bűnmegelőzést helyezzük a középpontba, és esetlegesen a stratégiai partnerünkkel közösen, a rendőrséggel valamilyen eseményen bevonva, ennek a lónak úgy kell viselkednie, mint egy nagyon jó bejáratott gépjárműnek, ha ezt a hasonlatot mondhatom. A Várdombi Országos Konferencián a módszertani tapasztalatok átbeszélése, megvitatása mellett ismertették az Országos Polgárőr Szövetség Házhoz visszük a lovat program részleteit, és egyéb támogatási lehetőségekről is szó esett.